Köszöntöm a kedves nézőket! Még mindig húsvét ünnepe, amihez kötjük a témánkat, a mai gondolatainkat. Az elmúlt alkalommal arról beszéltünk, hogy húsvét arra bátorít bennünket, húsvétkor az angyal ezt mondja, és Isten azóta is erre bátorít bennünket, hogy jöjjetek, nézzétek meg. Nem arra, hogy ne kételkedjünk mindabban, ami körülvesz bennünket, mindabban, amit látunk, hanem még jobban kételkedjünk, még jobban nézzünk a mélyére, és ismerjük meg az igazságot, a valóságot. Ebből következik az, amit az angyal második felszólításként mondott a sírnál az asszonyoknak, hogy menjetek és mondjátok el. És azt mondtuk, hogy húsvét három bizonyítékot hordoz, bizonyíték arra, hogy Isten megbocsátott, a múltat elrendezte. A második, hogy bizonyíték arra, hogy Isten hatalmas és erős ma. És a harmadik pedig a jövőre nézve van üzenete húsvét ünnepének. Akik a húsvét után élnek, akik megismerték Jézust, így mondja az ige, hogy megismerték Jézust és az ő feltámadásának az erejét, azoknak van egy olyan biztos tudása és erőtartalék, amely a jövőre néz. Egy Johnny Erickson nevezetű hölgy, most talán ugye 60-as éveiben jár, Amerikában él, amikor 17 éves fiatal volt, igen mozgékony és sportos, agilis és aktív életet élő valaki, elment egyszer a tengerpartra, fejest ugrott és kitörte a nyakát, és onnantól kezdve 4 végtag bénulással kerekesszékhez van kötve. Másokra van utalva. És persze, hogy nagyon sok kérdést vetett föl ez az életében, leginkább az Istennel kapcsolatosan, ha létezik Isten, miért enged meg ilyen nagy tragédiát az ő életében. Végül oda jutott el a gondolataiban, hogy inkább ülök itt a tolószékben úgy, hogy tudom, hogy van örök életem, és Isten egyszer majd mindent helyreállít az életemben, mint hogy legyek teljesen egészséges fizikailag, és legyen minden rendben látszólag az életemben, de Isten nélkül, remény nélkül, távlat nélkül éljem az életemet. Tegyük föl magunknak is ezt a kérdést, kételkedjünk a saját világnézetünkben is, vajon a mi világnézetünk elvisz-e bennünket a földi lét határain túl, van-e nagyobb távlata, nálunk nagyobb erő, ami mozgatja, vagy bele van zárva a saját énjének a sír gödrébe. Van-e valami, ami átvitt bennünket a halálon az életre? Mert hogyha csak magunkra vagyunk utalva, ha csak a mi életünk létezik, a mi földi életünk és a mi földi boldogulásunk, akkor nincsenek távlatok. Akkor bele vagyunk zárva egy sírgödörbe, az egy zsákutca, ahonnan nincs út tovább. Ha viszont Jézus valóban feltámadt és él, és ha én ismerem őt és a sorsomat összekötöttem ő vele, így lehetne mondani azt, hogy mit jelent hinni benne, hogy ő az én életem, ő hozzáragaszkodom, akkor az életemnek van távlata, van reménysége. Minden világnézetet az mér meg, hogy mit mond a jövőről. Milyen távlatokat ad a jövőről. Minden világnézetnek, minden vallásnak ez a leglényegesebb eleme. Milyen lesz a nagy helyreállítás? Vannak olyan világnézetek, amelyek evilági téren gondolják ezt el. Lesz majd egy jobb kor. Igen, de abban nekem mi részem lesz? És mi fogja elhozni ezt a jobb kort? Talán az, hogyha valakiket, akik ennek a jobb kornak az akadályai félreteszünk az útból? Nem akarom részletezni, végig lehet így gondolni minden világnézetet és minden vallást. De mit mond Jézus az örök életről, és mit mond Jézus a nagy, mit mond a Biblia a jövő reménységéről, a hívő ember reménységéről, hogy Isten egyszer mindent újjá teremt, minden újjá lesz. Minden helyre kerül. Ezt ő fogja megtenni. Húsvét ünnepe annak a bizonyítéka, hogy ezt Isten meg fogja tenni. Minden ígéretét beteljesítette, egy vár még beteljesedésre, hogy Jézus visszajön és mindent újjáteremt. Vajon mi ismerjük-e őt? Hozzá kötöttük-e az életünket? Találkoztunk-e vele? Volt-e már élményünk ő vele? Ha még nem, ha ez a húsvéti ünnep, amit magunk mögött hagytunk, még nem hozta ezt el nekünk, akkor keressük. Jöjjetek, nézzétek meg. Keressétek őt az ő családjában, a gyülekezetekben, az ő igéjében, abban, amit ő magáról mondott. Szeretettel várjuk a kedves nézőket minden hívő közösségben itt a városban. Viszontlátásra!